Jó estét kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk, áldás békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit advent harmadik vasárnapján. Mielőtt azonban az adventre rátérnénk, szeretnék egy dolgra emlékeztetni. Pontosan egy évvel ezelőtt, egy nap híján, én lettem volna akkor is itt ezen a színpadon, de nem tudtam mit lenni, mert a legjobb barátom temetésén voltam oda Lengyelországban, és így helyettesítettek. A magyar bánhegyesi plébános Fabi Szákus atya helyettesített engem, mondom, egy évvel ezelőtt, egy nap híján. Tegnap délután eltemettük őt. Csendes főhajtással először is emlékezzünk rá. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Az Úr közel van. Olvashatjuk Szent Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléből. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újongjon a sivatag, és viruljon, mint a lilium. Virulva viruljon, és örömében újongva daloljon. Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét. Erősítsétek meg az ellenyezett kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek. Íme eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik, majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomokban, mert fájdalom és síralom nem lesz többé. Kedves testvérek! Advent harmadik vasárnapja van, és még mindig várakozunk. Várakozunk a világ megváltójának, Jézus Krisztusnak születése napjára. Mai ember nem szeret várakozni. Mai ember türelmetlen. Ha pénztárban már ketten vagy hárman állnak előttünk, akkor már nézzük, hogy melyik sorra rövidebb, és odaállunk. De hozzáteszem, hogy az értelmetlen várakozást nem szereti a mai ember. Mert értelmesen várakozni ma is szép dolog. Amikor egy édesanyja gyermeket vár, várakozik. 9 hónapon keresztül. És nem csak az idejét tölti, hanem lélekben összehangolódik gyermekével. És várakozik a család. Türelemmel, szeretettel. Szeretettel készítik a gyermek születésével járó dolgokat, ami kellenek a családnak, akár a gyermekágy, vagy a kis ruhák, vagy a kozmetikai szerek, és minden, ami kell egy gyermeknek, igyekeznek beszerezni. De ez a legkevesebb. Sokkal fontosabb az, hogy lélekben hogyan hangolódik a család a gyermek születésére. Hát mi is egy gyermek születését várjuk, aki nem más, mint az Isten fia. Várakozunk és készülünk. Készülünk, lelkünket
próbáljuk szebbé tenni. Tudom, ünnepek előtt mindenki fut, szalad, rohan, nagy bevásárlás, jaj, még ezt is elfelejtettem, azt is elfelejtettem, itt egy műsor, ott egy megemlékezés, ott ilyen program, ott olyan program, és az ünnepekre, hát mondjam azt, hogy nagyon leharcolt lesz már mindenki. Próbáljunk ezen egy kicsit változtatni. Próbáljuk még az ünnepnek a belső tartalmát megtalálni. Hogy ezek a külsőségek, ez mind a belső tartalomért vannak. Mert akkor értelmes a várakozásunk, akkor értelmes lesz a mi készületünk és a mi küzdelmünk is. Próbáljunk meg szívünket, lelkünket földíszíteni. Földíszíteni imádsággal, földíszíteni jó cselekedeteinkkel, földíszíteni elcsendesedéssel, földíszíteni egymásra való odafigyeléssel. És így készülünk a karácsonyra, Jézus születésére, akkor az előkészület is meglátjuk, hogy sokkal szebb, tartalmasabb, értelmesebb lesz számunkra. Előkészülni lélekben is, nem csak külsőleg, hanem lélekben is. Egy-egy ajándék nem attól lesz értékes, hogy hány forintot fizettünk érte. Egy ajándék nem attól lesz értékes, hogy milyen hatalmas dobozban van becsomagolva, vagy milyen szép a csomagoló papírja. Hanem egy ajándék attól lesz értékes, hogy milyen lelkület van mögötte. Hogy milyen lelkülettel adtuk és adományozzuk. Milyen a kapcsolatunk azzal az emberrel, akit megajándékozunk. És akkor az anyagilag kevésbé értékes ajándék is sokkal értékesebb lesz, hogyha tiszta szívvel és szeretettel adjuk, hogyha egész évben szeretet kapcsolódott az illető személyhez. És nem csak annyit jelent az ajándék, hogy kipipáltuk, hogy na ő is megvan, meg ő is megvan, meg ő is megvan. Hanem hogyha tiszta lélekkel és szeretettel és egy egész évnek a szeretete van mögöttünk, az ajándék mögött, akkor lesz igazán értékes az ajándékunk. Az imént hallott bibliai olvasmányok advent harmadik vasárnapján különleges dologra figyelmeztetnek, az örömre, hogy örüljünk, és szívből és tiszta szívvel örüljünk. Örüljünk, mert közel van az Isten. Örüljünk, mert közel a karácsony. És örüljünk egymásnak. Igen, egymásnak is. Ne csak egymás idegeire menjünk, ne csak egymást készítsük ki és bosszantsuk, hanem tudjunk egymásnak örülni, tudjunk a másiknak örömet szerezni. És akkor igazi lesz a karácsony számunkra. Az Isten karácsonykor megajándékozott bennünket. Nem egy tárgyal, nem egy nagy vagy értékes tárgyal, hanem önmagával. Önmagával, amikor fiát, Jézus Krisztus adta nekünk. Többet nem adhatott, mint saját magát. Hát mi is, amikor ajándékozunk, akkor örvendezve, ahogyan a mai olvasmányok figyelmeztetnek, örvendezve, próbáljuk meg saját magunkat adni szeretteinknek, családtagjainknak, embertársainknak, és nem utolsó sorban az Istennek. Kedves testvérek, erre figyelmeztet bennünket advent harmadik vasárnapján a rózsaszínű gyertya meggyújtása. Erősítsétek meg a lankat, kezeket, és a roskadozó térdeket, szilárdítsátok meg, írja a Szentírás. Uram, sietek, kapkodom, kiabálok. Szeretném, ha minden azonnal történne. Jó lenne megállni, s vissza majd előre tekinteni. Ízlelgetni a csend perceit, megérezni a sötétségben a fénysugarat, de nem azonnal. Várok. Várakozom. A várakozás akkor szép és igazi, ha a remény és a türelem gazdagságában élem meg.
Milyen ez a várakozás? Tudok-e türelmes lenni? Hozom-e a reményt? A reményt, mely éltet. A türelmet, amely békét szül a lelkemben. E kettőben rejlik számomra advent titka. Amen. Most mondjuk el közösen az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek, mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon reátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen. Kedves jelenlévő, kívánok mindenkinek nagyon szép napokat a hátralévő időkre, tartalmas előkészületet, és nagyon békés, meghitt, boldog, örömteli karácsonyi ünnepeket az itt lévőknek, valamint a családtagoknak is. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, viszontlátásra.